gyűjtik a búzát a magyarok kenyeréhez. Vadveszély az utakon, körültekintő közlekedésre intenek. Borkóstoló és vizes versenyek a táncosoknak. Augusztus 12-e van, jó estét kívánok, ez az aktuális, már is kezdünk. Már Heves megyében is gyűjtik a búzát a magyarok kenyeréhez. Székely Zoltán, a Nemzeti Agrárkamara Heves megyei elnöke arra számít, hogy a tavalyi több mint 300 mázsányi búzától is többet adományoznak a gazdák idén. Az összegyűjtött gabona a katolikus Karitász közreműködésével kerül a határon túli magyarokhoz. Tavaly több mint 300 mázsa gabonát adományoztak a Heves megyei gazdák a magyarok kenyeréhez, és jó esély van arra, hogy idén még ettől is több búza gyűlik össze, mondta Székely Zoltán, a Nemzeti Agrárkamara Heves megyei elnöke, aki azt is hozzátette, hogy akik nem rendelkeznek terménnyel, azok pénzzel is támogathatják a rászoruló határon túli magyarokat. Az idejében is szeretnénk a tavalyi mennyiséget túlszárnyalni. Azt hiszem, erre van is realitás, hiszen nagyon nagy az adakozó kedv, és most itt elhelyről is azt üzenem mindenkinek, aki ebbe a programba részt akar venni, de nem rendelkezik akár terménnyel, keresse meg a falugazdászunkat, és akkor ő bővebb információra fogja ellátni. Tavaly a katolikus Karitász segítségével jutott el a magyarok kenyere a rászorulókhoz, és várhatóan idén is ez a szervezet segíti eljuttatni az adományokat a határon túlra. A tavalyi évben a záró rendezvényünket az Egri Bazilikába tartottuk, és hát annyira fölemelő volt maga a rendezvény, az, hogy a Ternyák Csaba érsek úr köszönte meg minden adományozónak a nagy lelkűségét egy oklevéllel, meg egy forró készfogással, hogy idén is ezt fogjuk választani, tehát a Karitász, a katolikus Karitász fogja szétosztani majd a összegyűjtött búzát, illetve a megőrölt lisztet. Azt még nem lehet tudni, hogy melyik szervezet lesz a kedvezményezettje az akciónak, de Székely Zoltán szerint Kárpátaljára idén is biztosan kerül a megyében megtermelt gabonából. Az adományt augusztus 21-én ünnepélyes keretek között Kában áldják meg. Óvatosságra intik az erdésztársaságok az autósokat. Javában tart ugyanis az őzek üzekedési időszaka, ezért ilyenkor gyakrabban találkozhatunk a nagyvadakkal a közutakon is. A legtöbb vadgázolás az esti és a hajnali órákban történik, így ezekben az időszakokban érdemes körültekintően közlekedni. Ennek az autósnak szerencséje volt, nem ütött el az előtt átszaladó őzet, és a megszokottaktól eltérően társai sem követték. Az erdészet fokozott figyelemre és óvatosságra inti az autósokat. Az őzek párzási időszaka miatt ugyanis ezekben a hetekben nem ritkák a hasonló, igencsak balesetveszélyes helyzetek. Most az őzzel való ütközés esélye jóval nagyobb itt Gyöngyösnek a körzetében, tehát a síkvidéki területeken. Ez az üzekedési időszak még körülbelül ilyen 5-10 napig tart, de természetesen úton átváltó őzzel az évnek bármelyik szakában találkozhatunk. Az erdészet vezető azt mondja, a Mátrafüred és Gyöngyös közötti útszakasz tipikusan egy olyan hely, ahol gyakran járnak át őzek, vaddisznók a nappali búvóhelyükről éjszaka, az élelemszerző helyükre, ezért errefelé gyakori a vadgázolás. Fontos tudni, hogy az az autós, aki elüt például egy őzet és hazaviszi, törvényt sért. Hogyha elpusztult az állat, az nem vihető el a tetthelyről, az a vadászatra jogosult tulajdonát képezi, és nyilván vizsgálandó az, hogy azok a kárértékek, amik keletkeztek, azok milyen arányban állnak egymással, tehát a járműben és a vadban keletkezett kár milyen arányban van. Célszerű rendőrhatóságot értesíteni, hogy legyen a vadállütésre mindenképpen egy hatósági jegyzőkönyv. Az őzek üzekedési időszaka körülbelül bő egy hétig tart még, utána következnek a gímszarvasok szeptember második felében. Mivel az erdei vad, így autósként velük ritkábban találkozhatunk. Nagyobb eséllyel olyan területen tévedhetnek közútra, ahol erdős és le nem aratott mezőgazdasági terület is van a közelben. A kora őszi hónapokban tehát az ilyen szakaszokon kell majd kiemelt figyelemmel vezetniük az autósoknak. Második alkalommal rendezték meg az Almavirág értékteremtő szociális tábort Gyöngyösen a Kolpingházban.
A 24 gyermek 5 nap alatt gyakorlati úton ismerkedhetett meg az újrahasznosítással, hétköznapi alapanyagok felhasználásával, valamint a szervezők előadásokkal és beszélgetésekkel igyekeztek növelni a környezettudatosságot a kicsikben. A tábor megvalósításához a Gyöngyösi Önkormányzat is hozzájárult, mintegy 80 ezer forinttal. Olyanokat csináltunk, hogy nyaklánc, gyurmázhattunk, agyagoztunk, és én azt szerettem legjobban a táborban, hogy barátokat szereztem, a családtagjaimnak csinálhattam szép dolgokat. Az 5 nap alatt szerzett legjobb élményeiről mesél Dániel, aki társaival együtt ma volt utoljára az értékteremtő szociális táborban. A 24 gyermek hasznosan töltötte ezt a pár napot a szervezőkkel. Újra hasznosítottak és sokat tanultak a környezetvédelem fontosságáról is. Flóra számára a zsugorfóliázás volt a legérdekesebb. Kaptunk egy ilyen műanyaglapot, amire az édesfelére elkezdtünk rajzolni, és amikor kész lett a rajzunk, odaadtuk egy ilyen sütő, ilyen kis mini sütőbe, és hogyha kész lett, akkor így összement, és ilyen bőr nyakláncra tettük föl. A szervezők minden nap egy-egy témakör köré csoportosítva mutatták be a gyerekeknek, hogy hogyan tudnak egy kidobásra ítélt tárgyból új dolgot alkotni. Jelszavuk az volt, hogy ami működik kicsiben, az működik majd nagyban is. Főleg az újrahasznosítással foglalkozunk, úgyhogy a héten is voltak nagyon klassz előadásaink ezzel kapcsolatban. Meg a gyerekeknek is olyan foglalkozásokat igyekeztünk tartani, hogy ilyen kidobni ítélt kis papírhulladékokból miket lehet csinálni. Ebben a közösségben voltak olyan gyerekek is, akik a Vöröskeresztes szociális táborban is részt vettek. Így nekik már nem volt újdonság például az elsősegélynyújtás technikája, másnak viszont annál inkább. A Vöröskereszt részéről nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy a gyerekek már egész kiskorban az elsősegélynyújtást megtanulják. Természetesen az értékteremtő tábornak ez szerves része volt. Ezen kívül a környezetvédelem volt az, aminek kiemelt feladatai voltak. A táborozók az utolsó napon játszótéren jártak, bográcsban főztek, tablót készítettek és agyagoztak is. A Gyöngyösi Önkormányzat mintegy 80 ezer forinttal járult hozzá a programok megvalósításához. Borkóstolással, strandi programokkal szórakoztatják külföldi vendégeinket a Folklór Fesztivál szervezői. A délutáni, illetve esti táncmulatságokra így mindig felszabadultan és új élményekkel érkeznek. Javában zajlik a Néptáncfesztivál Gyöngyösen, azonban a táncosok nem csak a városi rendezvényeken vesznek részt, hanem napközben többek között megismerkedhetnek a mátrai borokkal, valamint a strand nyújtotta kikapcsolódási lehetőségekkel is. Tegnap az argentinok és a törökök kóstolhatták meg vidékünk borait. A különböző vörös és fehér borok mellett bemutatták a fesztivál logójával díszített fesztiválbort is, amelyet a pincészet minden évben elkészít a csoportok számára. Nagyon örültem a lehetőségnek, hogy különböző borokat kóstolhattam, ugyanis hiába vannak nagyon jó boraink otthon is, azt nem tudtam, hogy hogyan zajlik egy borkóstolás. A jókedv a kóstolás végeztével sem szűnt meg, vérbeli művészek lévén rögtön előkerültek a gitárok, és a táncosok a körülöttük állókkal együtt ropták az asztalok között. Az előző napi rossz időt felettetve a mai délelőtt során a napsütés és strandolásé volt a főszerep. A hadcsoport szépségversenyeken és ügyességi játékokon mérhette összetudását. Az úszóversenyből, célbadobásból, vízbe dobott tárgyak felszíre hozásából, kapura dobásból álló versenyen végül Oroszország és Montenegro állhatott a képzeletbeli dobogó legfelső fokára. Jutalmuk egy-egy különlegesen díszített torta volt, amelyet már alig vártak, hogy elfogyaszthassanak. Az egész verseny fantasztikus volt. Nagyon jó, köszönöm a szervezőknek, hogy kitalálták ezt az egészet, nagyon jó volt. A kedvencem a vízbe ejtett dobozok kiszedése volt, mert ekkor már az egész csoport együtt dolgozott a sikerért. A csoportok a délelőtti kikapcsolódást követően új úterővel fogtak hozzá a táncos programokra való készülődéshez, hogy minél jobb előadást nyújthassanak, és minél többen megismerhessék nemzeti táncaikat. Családfakutatásnak indult, 8 évvel később pedig egy jászárokszállás történelmét képekben bemutató kiadvány lett belőle. Több éves gyűjtőmunka, digitalizálás, rendszerezés és feliratozás után idén jelent meg a jászárokszállás annó. A könyv népszerűsége minden előzetes elvárást felülmúlt.
5000 beérkezett fotóból végül 700 kerülhetett be abba a 250 oldalas könyvbe, ami a jászárok szállásiak 1945 előtti életét mutatja be korabeli fényképeken keresztül. A kiadvány ötlete Balogh Balázs családfa kutatásával kezdődött. A családi fiókokból előkerültek a régi, olykor több mint fél évszázados fotók. A könyv 22 fejezetben mutatja be, milyen is volt az élet árokszálláson az 1900-as évek elején. A könyv elejét a város fotóival kezdjük, az első fényképekkel, ami durván 1850-től indul, és ezután az életnek a folyamát követi, tehát a születés, keresztelők, babaképek, gyerekekről fotók, női, férfi portrék, családok, és ezután jönnek ugye a társadalmi szervezetek, tűzoltóság, sportkör. A könyv bemutatójára olyan nagy volt az érdeklődés, hogy a könyvtár nem tudott olyan termet biztosítani, ahová mindenki befért volna. Az árokszállásiak körében nem csak a múltat felidéző könyv megjelenése aratott nagy sikert, hanem már maga a kezdeményezés is nagyon népszerű volt. A Jászvidékben, amikor megjelent a felhívás, hogy gyűjtjük a képeket, szinte az első nap megrohamoztak bennünket fényképekkel, lehet mondani minden korosztály hozott fényképeket, a fiataloktól az idősebb korosztályig. Láttam rajtuk, amikor megérkeztek, és nagy mosolygós arccal hozták a képeket, hogy ez egyfajta időutazás volt mindenkinek. A kiadványba a beérkezett képeknek csupán a töredéke kerülhetett bele, tehát minden adott ahhoz, hogy Balogh Balázs összeállítsa a második kötetet is. A lelkes csapat azonban először igyekszik kipihenni azt a 8 évet, ami alatt az árokszállás annó elkészült. A Gyöngyösi Lovas Klub szervezésében 10. alkalommal került volna megrendezésre július derekán a Vakbottyai János díjugrató lovasverseny. A rossz időjárás miatt azonban a szervezők kénytelenek voltak lemondani az eseményt, melyre egyébként több mint 100 nevező adta le a jelenkezését. A verseny azonban szerencsére nem marad el, tudtuk meg Nagy Imrétől, a lovasklub elnökétől. Sajnos a természet közbeszólt, szombaton egész nap zolgott az eső, vasárnap úgy szintén, és ugye az közel 100 startból, szombaton délutánra már csak valami 40-hány volt, és akkor úgy döntöttünk, hogy ilyen időjárás mellett nem rendezzük meg, ami jó döntés volt, úgy gondolom, mert vasárnap lehetetlen lett volna a verseny. A pálya is alkalmatlan volt, illetve hát egész nap esett az eső. A szervezők nem adták fel, és augusztus 13-án szombaton újra rendezik a díjugrató versenyt, ahol a lovak mellett más érdekességgel is találkozhatnak az érdeklődők. Mi az esemény, mikor elmaradt az előző ugye versenyszervezés, akkor mi azonnal föltettük az internetre, szóltunk a Lovas Szövetségnek, hogy augusztus 13-án szeretnénk megrendezni a versenyt újra, és ez már élő volt, egy hét múlva tehát lehetett nevezni, ma már a héten elég sok nevező is érkezett, úgyhogy reméljük, hogy legalább olyan szép számmal lesznek, mint az előző versenyen lettek volna. Az esemény a lovas barátoknak és azoknak, akik egy kellemes napot akarnak eltölteni a szabad levegőn, jó kikapcsolódás jelent majd a szombati napon. A verseny reggel 9 órától várhatóan délután 5 óráig tart. A rendezvény látogatása díjtalan. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 1 milliárd forinttal megemeli az Otthon Melege program eddig félmilliárdos hűtőgép cseretámogatási keretét, jelentette be Szabó Zsolt fejlesztés és klímapolitikáért felelős államtitkár. Ezzel a július 4-e és 28-a között zajló lépcsőzetes pályáztatás során beérkezett, szinte összes jogos támogatási igény kifizethetővé vált. A program keretében a meghatározott hűtő- és fogyasztógépek árának felét, de energiahatékonysági foktól függően legfeljebb 25-45 ezer forintot áll az állam. Töredékére csökkent a málna hazai termőterülete, és a következő években vélhetően megszűnik a hazai termesztés, írja a hiradó.hu. Az Agrárgazdasági Kutatóintézet adatai szerint a 90-es évek elején még 27 ezer tonna málna termett évente Magyarországon, a teljes megtermelt mennyiség mára 1,5-2 ezer tonnára csökkent. A helyzetre gyakorlatilag nincs megoldás, a növekvő munkaerőköltségeket a fogyasztók nem fizetik meg. Ha dupla áron lehetne eladni a szamócát, akkor megérné,
A vásárlók azonban egyelőre nem fogadják el az áremelést, derül ki a cikkből. Most pedig nézzük, hogyan teljesítettek ma a budapesti értéktőzsde vezető részvényei. Délután 5 órakor a Magyar Telekom 440, a MOL 17250, az OTP 7127, a Richter pedig 5701 ponton állt. A tőzsde hivatalos indexe, a BUX 27770 ponton állt. Jönnek a mai nap legfontosabb hírei, még egyszer röviden. Gyűjtik a búzát a magyarok kenyeréhez. Vadveszély az utakon, körültekintő közlekedésre indul. Borkóstoló és vizes versenyek a táncosoknak. Köszönöm figyelmüket, ez volt az aktuális pénteken. Jövünk majd a Tallózóval a hét legfontosabb híreivel, friss aktuális pedig legközelebb jövő hétfőn lesz. Majd kellemes hétvégét, minden jót, a viszontlátásra!